az utazás a Balatonhoz, melyet leírok, az 1880-as években történt. Az utazók négyen voltak, s mind a négy erdélyi ember. Salamon Ferenc úr az akadémikus, Gyulai Pál úr a magyar irodalom ismerője, Szilágyi Sándor úr a történész, Nagy Miklós úr az újságíró a negyedik. No és persze jó magam, Ötvös Károly ügyvéd, politikus és publicista, s hogy melyik a fontosabb, ezt majd az utókor eldönti. Utazásunk célja nem az volt, hogy felfedezzük a Balatont, hiszen azt sokan megtették már. Leírták állatvilágát, növényeit, partját és geológiáját, de ez még mindig nem a Balaton. A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes búsmesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból, s ragyogó reménység a jövőre. Se mérnök, se tudós, se környezetvédő, se politikus ezt igazán felismerni soha se lesz képes. Utazó kell ahhoz, aki egyúttal költő és történetíró, s azon kívül erdélyi. Mert az erdélyi ember az, aki a magyar tájat érteni és érti. Pátika. Ezt a nevet maga a nagy költő teremtette. A tatárjárás idején s azután századokon át Tadenka volt a neve. 100 év előtt a nép és az írás Tádékának ismerte. Maga a nagy költő is. A vidékbeli magyar nép a hosszú I betű helyett E betűt mond. A nagy költő úgy gondolta, Tádéka is igazán Tádika. Ezért ruházta költeményeire ezt a címet. Sőt, még ezen is T-re változtatta a D betűt. Ettől fogva most már 100 év óta a vár neve Tátika. Senki se tudja másként, de nem ismeri másként nevezni. Ki is tudhatná azt jobban, mint a nagy költő? Maga a rege nem történelmi eset. Legalább ott és akkor meg nem történt. Szántó Gáspár volt Zsigmond király idejében a várura. Amikor meghalt, özvegye maradt. Gonosz buja asszony. De maradt első nejétől árvája is, Manci. Szántó Manci ragyogó szépség volt, s nemes és angyali lélek. Mindenki rajongott érte. De ő Rezi Sándornak, a szomszéd Rezivár urának volt eljegyzett mátkája, és haláláig hű szerelmes. Azonban boldogtalanok lettek. Rezi Sándor elment a török háborúba. Szép volt, mint Apolló, és erős és legyőzhetetlen, mint Herkules. A király fölvette udvarába. Borbál a királyné pedig a kicsapongó buja asszony szerelmi hálójába kerítette. Rezi Sándor hűtlenné lett szerelméhez és menyasszonyához. De lelkiismerete nem hagyta nyugodni. Méltatlannak érezte magát Tátika ifjú úrnőjéhez, s ezért ő maga az eljegyzést felbontotta, s Manci szabadságát visszaadta. De megundorodott önmagától is, a világtól is. A királyi udvarból hazament várába, de volt menyasszony a szeme elé nem került, elzárkózott minden teremtett lélektől, s rengeteg erdőségeiben bujkáló erdei vadember lett. Csak bűnét bánta, csak menyasszonya elvesztén gyötrődött, kínlódó lelke. Valószínűleg a tó környékének földrajzi adottságai miatt, vagy talán a különböző népvándorlások vélt vagy valós veszélyei okán, de a Balaton körül már az őskorban is számtalan földvár, védett erődítmény állt. Igaz, ezeknek nincsenek olyan látványos maradványai, mint a középkorban épített kőváraknak, de történeti szempontból ezek is jelentősnek mondhatók. Közülük talán a legfontosabbak az egykor a Balatonboglári várhegyen álló, valamint a Várvölgyi és a Rezi hegyoldalban lévő földsánc. Szintén ennek az időszaknak az emléke a Tátikai hegy alatt található, mintegy 300 halomsír, amely az ottani késő bronzkori, kora vaskori lakosságnak volt a temetkező helye.
A ma ismert várak többsége azonban a középkorban épült, pedig a Pannóniában új hazát találó magyarság eleinte nem foglalkozott ilyen védelmi rendszer kialakításával. Így a várak építését törvények sem szabályozták, és királyi engedély sem kellett a falak felhúzásához. A tatárjárás után IV. Béla rendeletei nyomán azonban ezen a területen is minden megváltozott. Abban az időben, az 1880-as években János volt a veszprémi püspök. Családja nevén Ranolder Jánosnak hívták, de mindenki tudja, hogy a Szentegyház elnyeli a családi nevet. Nagy úr-e a veszprémi püspök? A veszprémi püspöknek van 75 ezer holdföldje. Ebben van 40 ezer hold szántója, rétje, kertje, belső telke és legelője, a többi pedig erdő. Van neki 2 vára, 2 székespalotája, 3 vármegyéje, 5-6 ezer holdnyi balatonja, közel 2 milliónyi tőkepénze, 50-nél több temploma és kápolnája, ugyanannyi szentje, 1848 előtt 60 ezer jobbágya és zsellérje és szolgáló embere, 600 zsidaja, 40 vendégfogadója, 50 kocsmája, több mint 30 útszéli csárdája, közel 1 millió forint kegyes alapítványa, amelyre János püspöknek már nem volt szüksége, tehát a szegényebb papok és káplánok számára alapította. Azért a veszprémi püspök mégsem úr, csak akkor úr, ha természete megengedi. János püspöknek megengedte a természete. A Balaton környéki várak közül kétségtelenül az egyik legidősebb Tátika vára, amelynek neve a Tadeuka nemzetségből ered. A család egyik tagja, Tádé, 1246-ban elpusztította a zalai Ereket, így többek között Zalandus veszprémi püspök ottani házát is. A kaplony nembeli Zalandus, aki pozsonyi prépostból és veszprémi kanonokból lett püspökké, nem hagyta annyiban a dolgot és beperelte Tátika nembeli Tádét. A veszprémi püspök a pert megnyervén, kárpótlásul megkapta Tátika hegyét. 1248-ban IV. Béla engedélyt adott e területen vár építésére. Így Zalandus, valószínűleg egy zalavári bencéssel, megépítette felső Tátika várát. Miután ez felépült, 1257-ben fivéreit Márton Komeszt és Kázmért bízta meg a kormányzásával. Ők azonban a várat nem voltak hajlandók visszaadni, így újból perre került sor, és IV. Béla az erődítményt ismét Zalandusnak ítélte. A helyért azért vívtak szinte már a megépítése pillanatától ilyen ádász küzdelmet, mert innen egyaránt ellenőrizhető volt mind a Zágráb felé vezető úgynevezett nagy út, mind a Sümeg-Keszthelyi út. Ráadásul Veszprém püspöket Tátika és Sümeg felépítésével elkezdte adóztatni a környező falvakat, ami a földbirtokosokat is egyre jobban zavarta. Ezért a szemközti hegyen, Reziben egy új erődítmény építése indult el. Rezi várnak a története, mint annyi magyarországi várnak a története a tatárjárás korára húzódik vissza. Tatárjárás kora után épült fel ez a vár is. 13. század második felében. Pontos építési idejét nem ismerjük, valamikor 1290 és 1330 között építhették. 2 köznemes, pécnembeli Apor és Tádé építette fel ezt a várat, nagy valószínűséggel azért, hogy a veszprémi püspöknek az előrenyomulását megakadályozzák. A várnak a története az idők homályába vész. Írott forrásaink vannak, nagyon sok tulajdonos kezé megfordult. Luxemburgi Zsigmond idejéig leginkább azt mondhatjuk, hogy királyi kézen volt, megfordult magánföldes urak kezén is, ezek közül legjelentősebbek a Lackfiak. A Lackfiak után a várat a Gersely Bető család szerezte meg, a Tátikai várral egyetemben, és onnantól egészen a várnak a pusztulásáig, 1589-ig a Gersely Bető kezén volt a vár. Thank you.
költő szerint a korábbi századokban a Gersei Pető nemzetség volt e vidéknek ura. Ez igaz. E nemzetségé volt Tátika, Rezi, Keszthely vára és uradalma, és sok más uradalom. Árpáddal jött be a nemzetség, s utolsó férfi sarjadéka, Zsigmond, a múlt században halt meg. A Balatonból e családnak volt a legnagyobb birodalma. Azt mondja a költő, hogy a kápolnát Pető Mihály építette, aki a szigetvári Zrínyi Miklósnak barátja volt, s a török fogságába esett. E Mihály egyik unokája Menyhért volt, kit a csatában éppen le akart vágni egy nagy, bolond török, midőn apródja Bodor Imre odaugrott, a törököt agyoncsapta, s urát ekként megmentette. A csata után hazamentek, Menyhárt úr valamennyi fiát, lányát összehívta, beszólította Bodor Imrét is, s akkor így szólt a gyerekeihez. Gyerekek, tudjátok meg, hogy ez az apród mentette meg az életemet, enélkül már hollók, farkasok ettek volna meg. Nosza apródom Bodor Imre, nem akarok hálátlan lenni. Akármelyik falumat vagy pusztásomat választod, válasz, neked adom, tiéd legyen. De ott voltál Menyhért úrnak Lilla lánya is, akit szeretett az apród, s aki szerette az apródot. Az apród tehát elszánta magát, s hímezés, hámozás nélkül így felelt. Nem kell nekem, jó uram, se falut, se pusztát, se ökröt, se szamarad, se semmiféle jószágot, hanem itt van a Lilla lányod. Az kell nekem, semmi más. Add nekem azt. Az a düh, ami erre elfogta Menyhért urat, leírhatatlan. Hiszen éppen Lilla lányát odaígérte már Desfilackónak. És aztán igaz, hogy az apród is nemes ember, de bizony csak koldus kutya, annak a Lilla lányát oda nem adhatja. Nem is adta, hanem ehelyett összeszitta apródját is, leányát is, és elkergette szeme elől mind a kettőt. Az apród lóra ült, elvágtatott. Élővilág azt hitte, neki ment a Balaton. Lilla búnak adta fejét, szívét. Mindenkérőt elkergetett, még Desfit is. Az apród remete lett. Beleült a Szent Mihály hegyi oduba, s ott addig imádkozott, míg meg nem halt. Meghalt pedig 2 esztendő és 2 nap múlva. Menyhért úr a családi sírtboltba temettette az apródot, s néhány nap múlva Lillát is, akinek szíve bánatában megszakadt. A halálban kerültek össze. Ezt a történetet írja meg a költő. Ebből pedig egy szó se igaz. A Gersei Pető nemzetségben sohasem kereszteltek Menyhért névre senki. Aztán Lilla nem is Menyhértnek, hanem Pálnak volt lánya, s nem is Lilla volt a neve, hanem Erzsi. Az apródnak se Bodor Imre volt a neve, hanem Bodor János. Nem is lett Bodor János remetévé, hanem szépen feleségül vette Erzsit, s lett 12 gyerekük, fiak és lányok egyenlő számú. A Balaton környéki várak közül talán a legismertebb Szigliget, amely egykor valóban megközelíthetetlen szigetként állt, vízzel és mocsárral körülvéve. A vár építésével a tatárjárás után IV. Béla a pannonhalmi bencéseket bízta meg, azzal a szándékkal, hogy támadás esetén annak falai között a szegény nép menedéket találhasson. A mintegy 2 év alatt felépített erődítmény azonban annyira megtetszett a királynak, hogy 1262-ben, tehát közvetlenül elkészülte után, visszavette a bencésektől, akiknek helyette más birtokokat adott. Az uralkodót azonban elsősorban politikai, stratégiai okok késztethették erre a lépésre, hogy a kiskirályok növekvő hatalmát ezen a vidéken is ellensúlyozza, a garázdálkodókat pedig megfékezze. A fentieket mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a királyi tulajdonban lévő szigligeti várat a Héder nemzetségből származó 3. Péter veszprémi püspök 1275 és 1289 között elfoglalta a Pok nemzetség monostorának, itt őrzött gazdag egyházi felszerelését, kincseit pedig Veszprémbe vitte, s azokat a nemzetség csak a 14. század elején kapta vissza. Ez volt a vár elleni első támadás, melyben valószínűleg csellel vették be Szigligetet.
A falu és a vár sorsa ettől az időtől fogva szorosan összefort, ami csak nehezítette a lakosság helyzetét és a település fejlődését, hiszen a földesúrnak járó szolgáltatásokat a várkapitány kénye kedve szerint kellett behordani. 1270-es években aztán Móricz Vitéz, a móriczhidai családból volt az, aki megkapta Szigliget várát, ugyanis a Buhi csatában a tatárok ellen megmentette IV. Béla életét, és ezért hálából adományozták neki Szigliget várát. Ezt követően azonban egy eléggé vészterhes időszak következett Szigliget várának életében. Többféle garázda várnagya volt a várnak, és nem egészen tisztázottak az akkori jogi viszonyok. Az egyik ilyen várnagy az 1300-as évek elején volt egy bizonyos Acintus nevezetű, akiről feljegyezték, hogy Tapolcán durván bántalmazta a helyi plébánost, az ottani malmot lefoglalta a saját céljaira, valamint az alvárnagya volt az, aki megvert egy öreg asszonyt is Tapolcán. Később aztán körülbelül 40-50 év múlva ismét a móriczhidai család kezében van bizonyíthatóan Szigliget vára, és ezt követően egy 100 évig ők birtokolják ezt a várat. Hely, Szigliget omló vára, de sok kötelességet mulasztottál. A török téged nem bántott, a németet te nem bántottad. Nemzetünk nagy harcaiban nincs szereped. Pedig uradnak Zalában és Somogyban 208 városa és faluja volt, de te azért békén éltél mindenkivel. A nemzet nagyjainak ott kell lenniük a nemzet minden küzdelmében. Csatád, börtönt, hóhérpallost nem szabad kerülniük. De nem szabad a békés idők áldozatát sem. Mit nyertél nyugalmaddal, gyávaságoddal, bölcsességeddel, Szigliget vára? 226 év előtt rátszállott az Istenek haragja, s villámai szétszórták büszke tornyaidat. Urad is elmúlt nyomtalan. Fiága kihalt, leányágai elszélettek, elszegényedtek. Magad romvár, idegen kézre kerültél, s az egykor hatalmas lengyel-tóti nemzetségnek se híre, se hang. A múltban se volt, míg élt, hogy lehetne most, amikor már rég porrá vált. Szigliget várának bővítése a móriczhidai család időszakában kezdődött, így a bencések által épített felső rész kibővült a mai belső vár épületeivel. Szigliget akkoriban egy sziget volt lényegében, egészen Tapolcáig terjedt akkoriban a Balaton. Feljegyezték például, hogy még két évszázaddal ezelőtt is, mielőtt lecsapolták volna a Balaton környéki mocsarakat, Tapolcára csónakkal is be lehetett menni Szigligetről. Ezek a dombok, amik Szigligeten kiálltak a Balatonból úgymond, ezek kitűnő védelmi helynek bizonyultak, és ezekre a dombokra telepedett fel az itteni lakosság. A szigligeti vár környékére a 14. században kezdett el települni a népesség, amely korábban az avasi templom környékén lévő régi faluban élt. A 15. századra aztán az avasi torony környéki falu szinte teljesen elnéptelenedett, ahhoz közeli temetőbe temetkeztek az emberek, ugyanakkor a vár alatt kezdett kiépülni az új falu. Amíg Szigligetet talán éppen az elzártsága miatt jobbára elkerülték a heves ütközetek, háborúk, addig a jóval korábban épült Veszprém váráról ez nem mondható el.
A földrajzilag kedvező helyen fekvő Sziklagerincen már a 10. század végétől fejedelmi szálláshely volt kőből épített templommal. Ezen a kis alapterületen épített falakkal, sáncokkal kerített vár az államalapítás idején szervezett királyi vármegye székhelye lett, a benne felépült székesegyház pedig az ezredfordulón alapított püspökség központi temploma. Ebből a hegygerinc északi részén elhelyezkedő korai várból alakult ki a középkortól kezdve a mai várnegyed oly módon, hogy az árpádkori belső vár előtti területből külső várat alakítottak, a kettő között kaputornyos fallal és mély árokkal. A kaput a középkor végén az elé épített kerek barbakánnal erősítették meg, a külső falakhoz pedig a 16. században rondellákat, kerekbástyákat építettek. A várfalakat a 17. században további bástyákkal erősítették meg, a 18.-19. században pedig újabb támfalakat emeltek eléjük. A terület középkori beépítése ismeretlen, jelenlegi utcasora az elmúlt évszázadokban a 18. századtól kezdve alakult ki. ...1242-ben Veszprém egyike volt azoknak a váraknak, amelyek ellenálltak a tatárok támadásának. Alig 3 évtizeddel később azonban a város már nem kerülhette el a pusztítást. Ekkor azonban nem külső, hanem belső ellenség támadta meg. Csák Péter nádor 1276-ban ostrommal foglalta el, majd felgyújtotta a székesegyházat és a várbeli épületeket. IV. László király oklevele szerint emberemlékezet óta nem történt ehhez hasonló gonoszság az országban. A zűrzavaros évtizedeket első Károly király hatalmának megerősödése zárta le. 1313-ban a király örökös főispáni rangot adományozott a veszprémi püspöknek, ezzel az egyházi és a világi hatalom egy kézben koncentrálódott. Amíg a 15. század a viszonylagos béke, nyugalom és városfejlődés évszázada volt, addig a 16. század a teljes pusztulást hozta magával. Először Szapolyai János ostromolta meg és foglalta el Veszprémet 1527-ben, majd első Ferdinánd katonái rövidesen visszafoglalták. 1552-ben Ali budai pasa híres hadjárata során eljutottak a törökök Veszprém alá, és az ostrom sem tartott soká. Ekkor az egyházi élet teljesen megszűnt a városban, és a püspök a következő 100 éven át sümegen élt. Akkoriban Szigligeten szegény jobbágy emberek laktak. Történt egyszer, hogy 4 jurátus az egyik jobb alakú parasztházhoz szállt be. Jó estét, gazduram! Jurátusok vagyunk, országot járunk, megestelettünk, mindenünk van, csak éjszakai szállást kérünk. Szívesen adok, ifjúrak, de ma nagy meszelés volt a háznál, be se tudunk a szobába rakodni. De nem is ajánlom ám az újonnan meszelt szobát, az ember csömört kap tőle. Hanem van egy új juhaklom, ott el lehet éjszakázni. Így is jól van. Zsupszalmát a földre, pokrócot a szalmára, a jurátus heveredjék a pokrócra. Alhatik ott akár a paplanos ágyon. Hejhaj! Könnyű ezt mondani, könnyű ezt elgondolni. Ha közel nem volna a Balaton és annak végtelen nádasa. Szent István napja felé járt az út. A szúnyog ekkor kell szárnyra seregesen. Annyi szám nincs a világon, amennyi szúnyog ekkor támad el. Rajonként jő, úgy jön, mint a felhő. Éjjel nem is látni, csak a nótájukat hallani. Vérszopó ilyenkor, mint a tigris. A jurátus leteszi a fejét, amint leteszi, nyomban el is alszik. De a szúnyognak jó orra van. Megérzi az ember szagot 3 dűlőföld távolságból. Jobb szaglása van, mint a vizslán. Ott ül egy őrszúnyog egy gyékényszál serkedező buzogáján. Fülel, szimatol, szemét orrát megtörli, és egyszer csak azt mondja társainak. Bajtársak! Szagot érzek!
Pozsonyi Jurátus szagot! Szedjétek össze az ezredeket, hadtesteket! Ne neked, Jurátus, jött a szúnyogtábor, nagyobb, mint Attiláé, veszedelmesebb, mint Dzsingisz Kháné. A Jurátus egyszer csak arra ébredt föl, hogy rászakadt a juhakolt teteje. Pedig dehogy az szakadt rá, hanem megrohant a Dzsingisz Kán szúnyog hadserege. Iszonyú csatazajjal, vérszívó lándzsa fegyverekkel. S meg nem véd ellenünk se nyugodt vér, se harag, se puska, se ágyú, de semmiféle ruha se. Hiába takarják be arcukat, kezüket zsebkendővel. Hiába hadonásznak, rugdalóznak, kapálóznak. Még a káromkodás sem segít. Vasvértezet, bagaria bőrköpönyeg, vagy bakonyi szűr. Csak ez a három segítene. De minden megvan, csak éppen ez a három készség hiányzik. Bizony, fiúk, föl kell nekünk kelnünk, szabadba kimennünk, pipára gyújtanunk. Alvásnak, éjszakai nyugalomnak ma már vége. A Balaton is aludt. Gyönyörű sima felszínén végig ragyogott a telehold. Velence, Nápoly büszke az ő tengeri holdfényére. Száz meg száz festett képen dicsekszik vele. Boldogtalan talján, jár csak a Balatonra, ott nézd meg a csöndes nyári felhőtlen éjjel a holdvilág. Aztán merj pisszenni, ha tudsz. Nem aludtak a Jurátusok, de azért nem bánták meg ezt az éjszakát, hiszen a teremtés remekében találtak gyönyörűséget. Ezért egyszer úgyis ébren kellett volna tölteniük egy éjszakát. Ma már 25 virágzó balatoni fürdőtelepet mutathatnék, nem hármat, négyet, mint 32 év előtt, 1880. Akkor voltak éppen csak két fürdőtelepe volt a Balatonnak. Balatonfüred és Keszthely, de kezdődött már Almádi és Siófok is. Utazásunk után negyed század múlva jelent meg könyvem első két kötete. Csodálatos szeretettel karolta ezt föl mívelt jó magyar közönségünk. És az ország északi és keleti részein talán még nagyobb szeretettel, mint nyugaton, túl a Dunán. A messze lakók előtt újabb és ismeretlenebb volt a tárgy, a Balaton szépsége, tehát érdekesebb is. Mióta könyvem napvilágot látott, azóta évenként szaporodnak a Balaton körül az újabb és újabb fürdőtelepek. Kenese, Világos, Aliga, Zamárdi, Szárszó, Faluszemes, Máriatelep, Balatonberény, Györök, Szepezd, Badacsony, Alsóörs fürdőhelyek azóta keletkeztek, s ezek is, a régebbiek is azóta váltak nagyobbá és díszesebbé. Legnagyobb örömet nekem ezzel okozott könyvem. De még nem vagyunk a végénél, ahova el kell jutnunk. Jó magyarnak, okos hazafinak nem lenne szabad idegen népek tengerét, idegen országok fürdőit látogatni, s szegény országunk fölös pénzét ott tékozolni. Majd, ha a Balaton partjának minden alkalmas része kényelmes nyaralókkal lesz behintve, és 50 ezer fürdővendég helyett 500 000 jön oda üdülni nyaranként, törekvésünk végére akkor jutunk majd.